Sziasztok, kis barátaink! A mai 12. adásban egy régi karácsonyi műsorunkból fogunk válogatni. Reméljük, hűsítőleg fog hatni ebben a nagy hőségben. Jó szórakozást kívánunk! Szeretitek a hip-hop zenét? Tudjátok, ez a mi zenénk, ez nem éppen hip-hop, bár a következő dalnak az a cím, hogy hip-hop, úgyhogy lehet ebben a dalban is táncolni, egy igazi táncos dal. Hip-hopolni, brékelni, egyebek, amit csak tudtok. A lényeg, hogy jön a hip-hop. Szól a pop, de legjobb zene csak a rock. Minden gyerek táncol dalot, a zene lelkünknek udvarol. Hip-hop, csigalop, az egynél csak a kettő jobb. Országúton csigaházzal száguldozunk majdnem százzal. Megy a box, egyszer hopp és másszor kop. Nem lehet mindenkit lefőzni, néha magad kell legyőzni. Hip-hop, rik és rogy, nevetésre még egy fok. Épp ezért kezdtünk zenélni, jókedvűen így kell élni. Gondolom, mindannyian várjátok már a télapót, a karácsonyt, hogy mit fog hozni nektek. Mi van a hátán? Mit szokott hozni egy nagy piros puttony, egy nagy piros zsák, valami ilyesmi? Mi ilyesmi? 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 Na, megnézzem, mi van ebben a zsákban, gyerekek. Várjátok, mindjárt belekukkantok, jó? Láttatok már ekkora diót? De azt tudjátok, hogy ki lakik a dióhéjban? Akkor szépen csalogassuk elő, Dióbél bácsi, gyere elő, Dióbél bácsi, gyere elő, és énekeljük neki, hogy ki lakik a dióhéjban? Ki lakik a dióhéjban? Nem lakhat ott bárki. Csak Dióbél bácsi, ha rá csapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és cammogva előmászik vén Dióbél bácsi. Csak a szádat tárcsd ki, Finom volt, Dióbél bácsi? Akkor integessünk. Pápá, Dióbél bácsi, becsuk! Pápá, Dióbél bácsi! Megnézem, hogy van-e még valami ebben a piros zsákban? Van benne valami... Van benne. Csak nagyon mélyen van. Egészen mélyre kell nyúlnom, érte? Várjatok! Mindjárt jövök. Elkapott a zsák! Jaj, mamám! Oké, meg lesz ez. Nem semmi alma, igaz? Ez egy igazi bioalma. Látjátok, mert kukacúr is szereti. Na, kukacúrat nem esszük meg, nem. Csak egyszerűen elpöcköljük, hogy... És magát a piros almát eszük csak meg, hiszen tudjátok, minden nap egy alma és a doktor alma. Tehát ha minden nap megeszünk egy almát, egészségesek leszünk, mint a mak. Ki szeretne mak egészséges lenni? És mak Marci módjára 120 évig élni? Ugye mindenki, ezért most elfogyasztunk közösen egy szép nagy piros almát, hogy fedezzük a napi vitamin szükségletünket. Oké? Következik hát az almás kert. Amikor felébred,
tettem, kiszaladtam az almás kertbe. A fánű csörgő a levelek, viderekbe integettek gyerbe. Az almafácskák vigyázban álltak, álltak, azt mondták, hogy már nagyon vártak, vártak. A süni a nyuszival játszott, játszott, hogy jó a kedve, az egyből látszott, látszott. De miért ne lenne jó a kedve, hisz ő mindig itt lehet együtt. Énekelj velük, szálljon a dalma, roppanjon szádban a piros alma. Énekelj velük, szálljon a dalma, roppanjon szádban a piros alma. Reggel, amikor felébredtem, kiszaladtam az almás kertbe. A fánű csörgő a levelek, viderekbe integettek gyerbe. Almák színe sárga, zöld és piros, piros! Kukacoknak a belépés tilos, tilos! Egy hangya család éppen fára mászott, mászott! Kicsi cinke, hát te megvitt ászott, ászott! Gyere velünk, jó a kedvünk, hisz mi mindig itt lehetünk. Együtt tapsal! Énekelj velünk, szálljon a dalma, roppanjon szádban a piros alma. Énekelj velünk, szálljon a dalma, roppanjon szádban a piros alma. Énekelj velünk, szálljon a dalma, roppanjon szádban a piros alma. Énekelj velünk, szálljon a dalma, roppanjon a szádban a piros alma. Ügyesek vagytok, köszönjük szépen a tapsot! Gyerekek, most tudjátok, hogy miért suttogok. Hát egyrészt már kezd el menni a hangom, annyit énekeltünk. Másrészt, mi szokott még suttogni tumpetin kívül, tudjátok? Mi szokott még suttogni? Te is szoktál suttogni? Mi szokott még suttogni? Na, suttoga, 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 suttoga. Fenyves, zöld erdő. Akkor suttogjunk mi is vele együtt, rendben? Na, gyerünk! A fenyvet zöld erdő, télapó is már eljön. Csendül a fürge száncsengő, véget ér az esztendő. Hey! Kényszele hóval, faggyal jő, el kell most a nagy kendő. Lépben a tarka a nagy kendő, húzza rázza a fűszelőt. Zöld erdő, rászétál a hófelhő, végére jár az esztendő, cseng a fürge, száncsengő! Suttog a fenyves zöld erdő. Tartunk egy rendkívüli rajzórát. Szerettek rajzolni? Tudnátok nekem rajzolni a levegőbe egy négyszöget? Hogy néz ki a négyszög? Hát nézzem. Megvan a négy szöge, ugye? A négy oldala. Most rajzoljunk egy háromszöget. Hogy néz ki a háromszög? Ez az. Jó lesz, jó lesz. Megvan a három csúcsa. Most rajzoljunk egy kört. A lényeg, hogy összeérjen a végén, igaz? Már is kész a körünk. Na, ennél picit bonyolultabbakat fogunk most rajzolgatni, és aki segít nekünk ebben, az nem más, mint a messzi földön híres festő. Nagy tapsot kérünk Piktor Viktornak! Szervusz, Piktor Viktor! Örülünk, hogy itt vagy körünkben. Mondd csak, tudnál a gyerekeknek rajzolni egy aranyos, tündi-bündi kis cicát? Azt mondja, persze. Kíváncsiak vagytok rá, milyen szép cicát fog rajzolni? Igen? Akkor lássuk hát azt az aranyos tündi-bündi kis cicát, kezdődjön a rajzdal!
egyet, rajzoljunk kettet, egy tündi-bündi kis cicát. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Kész vagy, Piktorkám? Gyerekek, mit kértünk, mit fessen nekünk? Egy aranyos, cukimuki, édibédi, tündi-bündi kis cicát. Lássuk hát azt az aranyos, kedves kis mocsakot, tessék! Jaj, hát ilyen rusnyomácskát nem hordott még hátán a föld. Jaj, hát hogy lehet ilyen csúnyát festeni? Na, gyerekek, ki tudna egy igazán szép cicát festeni nekünk? Viktor, Viktor, segíts! Mutass rá valakire az ecseteddel. Mutasd meg ki, rajzoljon neked egy szép cicát. Gyere fel, picikém! Itt az ecset paletta. Segít neked Viktor, Viktor. Lássuk hát azt a szép kis cicát. Mi pedig biztassuk így, hogy egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Picikém, kész vagy? Igen? Akkor mutassuk fel szépen mindenkinek. Hát, ha jobb lett, mint az előző. Jaj, de aranyos, ugye? Hát így néz ki egy tündi-bündi kis cica. Nagyon ügyes voltál, köszönjük szépen. Fáradj vissza a helyedre. Ennyi, Piktor, hát nagyon nem megy ez neked. Jó, cicát nem tudsz, de mondjuk egy szép, egy gyönyörű hölgyet, egy szépséges nőt tudnál nekünk festeni? Kíváncsiak vagytok rá, milyen szép hölgyet fog festeni? Igen? Akkor lássuk, hát kezdődik a második felvonás. Folytatódjon a rajzdal. Gondoltam egyet, rajzoljuk ketten, meg egy szép hölgy portréját. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Kész vagy, Piktor, Viktor? Ó. Na, mit is kértünk, mit fessen, már elfelejtettem. Nem akármilyen hölgyet, a világ legszebb asszonyát, egy igazi világszépét, egy gyönyörűséges hölgyeményt. Lássuk hát azt a gyönyörűséges nőt, tessék! Jaj, hát ki ez a szörnyszülött? Rosszat fogok álmodni, gyerekek. Na, ki tudna egy igazán szép hölgyet festeni nekünk? Viktor, válasz magad mellé egy segédet, illetve egy mestert, mert szerintem ma éppen te vagy a segéd. Gyere fel, kicsikém, gyere gyorsan, bújj át a kordonon, már itt is vagy. Itt az ecset paletta, ragad meg, rajzolj nekünk szép hölgyet, mi pedig biztassuk tapsal énekszóval így, hogy egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész, ez a kicsi, kicsi kép. Kész vagy? Elég volt ennyi idő? Ismerek valakit, akinek évek kellettek ehhez a képhez, mire készre festette. Lássuk neked, elég volt ez a pár másodperc. Lássuk azt a hölgyet. Hát ez az! Erről van szó! Maga Leonardo da Vinci se festhetett volna szebbet. Igaz, gyerekek? Nagyon ügyes voltál, köszönjük szépen. Jaj, Viktor, Viktor. Hát nagyon nem vagy ma formában. Utolsó próbálkozás, jó? Se cicát, se szép hölgyet nem tudtál festeni, mivel mindenki várja a télapót. Mi lenne, hogyha egy kedves öreg télapót festenél a gyerekeknek? Az jó lesz? Akkor lássuk hát azt a kedves öreg télapót. Következik a rajzdal harmadik felvonása.
egyet, rajzoljunk kette egy kedves öreg télapót. Egy, két, há, és mindjárt kész. Ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész. Ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész. Ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész. Ez a kicsi, kicsi kép. Kész vagy? Mit is kértünk? Mit fessen nekünk? Egy kedves öreg télapót, egy nagyszakálú öreg urat, a gyerekek barátját. Lássuk hát azt a kedves télapót, tessék! Jaj! Hát ilyet én is tudnék rajzolni. Jaj, ó, uram, atyám, na, ki tudna egy igazán kedves öreg télapót festeni? Válasszál valaki gyorsan, Piktorkám! Gyere, itt az ecset! Ragad meg, mutasd meg, hogy kell kedves öreg télapót festeni, mi pedig biztassuk tapsal énekszóval, tudjátok, nem túl nehéz a szöveg, meg a dallam se. Csupán ennyi, hogy egy, két, há, és mindjárt kész. Ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész. Ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész. Ez a kicsi, kicsi kép. Egy, két, há, és mindjárt kész. Ez a kicsi, kicsi kép. Kicsikém, kész vagy? Igen? Na mutassuk meg. Hadd lássa országvilág, hát ha jobb lett, mint az előző. Csúnyabb télapó. Szépen lassan fordítsuk meg, és csodák csodája, hát igen, ő az, őt várja mindenki. Íme a kedves öreg télapó. Nagy tapsot kérünk a kis festőművészeinek. Ügyesek voltatok, gyerekek, köszönjük, hogy velünk játszottatok. Most egy kicsit ugrunk az időben, karácsony 12. napján találjuk magunkat, és csillagszemű barátunk belebújik egyszerre 12 szereplő bőrébe. Hogy milyen is ez? Mindjárt meglátjátok. Egy nagyon kedves kis mondóka következik, a karácsony 12. napja van. Karácsony 12. napja van, köszöntés minden jót kíván. 12 ugra-bugra úr, hey! Hey! 11 táncos tarka úrnő, hey! Hey! 10 tekergő kémény seprő, tátott szerencsét találok, 9 kötényes kis leány, 8 nyúl a vadász oldalán, 7 hattyú toll a tiszta hó, 6 tyúnyak meghökkentő, 6 tyúkanyó, 5 szélkakaska, 4 nyafkamacska, 3 verébzenész, 2 kerle, s egy csízat csupasz körtefán, s egy csízat csupasz körtefán. Mindenki megtanulta? Igen? Akkor kezdhetjük együtt? Előről, nem túl nehéz. Karácsony 12. napja van, köszöntés minden jót kíván. 12 ugra-bugra úr, hey! Hey! 11 táncos tarka úrnő, tíz tekergő kémény seprő, látok, szerencsét találok, 9 kötényes kis leány, 8 nyúl a vadász oldalán, 7 hattyú toll a tiszta hó, 6 tyúnyak megpökkentő, 6 tyúkanyó, 5 szélkakaska, 4 nyafkamacska, 3 verébb zenész, 2 gerle, s egy csízat csupasz körtefán, s egy csízat csupasz körtefán. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és én vagyok a kis egy, számok közt a legkisebb egy.
egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, mindenki egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, ez az én vagyok, a kettő, e hattyúnyak meg hökkentő. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, hadd halljam, egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, én vagyok a három, egy hassas, passas, nem bánom. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, és egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, én vagyok a kis négy, körbe zümmög sok kis légy. Zzz! Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, csupán csak egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, én vagyok a kis öt, dobókockán öt kis pöty. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, hadd halljam, egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, én vagyok a kis hat, éhes már a malac had. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, hadd halljam, egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, alakul, én vagyok a kis hét, virágtól színes a rét. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, csupán csak egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, én vagyok a kis nyolc, vígan zenél a bohóc. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, és egy mancs, és két mancs, és nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, én vagyok a kilenc, ha elfáradsz, lepihensz. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, ébresztő, egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, és végül én vagyok a nagy tíz, két szám jegyűre így híz. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis pajtás, csak ti! Egy. Nagy tapsot kérünk a gyerekeknek! Köszönjük szépen, ügyesek voltatok! Akkor jön a búcsú dal. Csigaszarvakat kitolni, hadd lássam a szarvacskáitokat. Kicsit mozgassuk meg. Mert a csigatárcunk, tudjátok, úgy néz ki, hogy szemet lóbál, lóbáljuk a szemeket lóba-lóba, lábat próbál egy kis magas téremelés, tesi úr, a csigamódra, szívet formál, hadd lássam a kis szívecskéket, puszit dobál, ez a kis házhordár. Ha megtanultuk, jöhet a világ legnagyobb élő csigája, a rock and roll csiga. Sűrű por kavart felszállt az égig, nem is látta senki egész végig. Lelőzte a hangját, az űrgét, a gyíkot, maga után hosszú csíkot húzott. Mikor átkelt a csiga biga, az úton itt a csiga biga, integessetek neki! A csiga biga, az úton ez a rock and roll.
csiga biga az úton, az úton. Csiga, csiga, csiga. Így néz ki, mikor lassított felvételben kell át a csiga az úton. Az úton. Pont így néz ki, bizony. Két szeme lobogott, kis szíve dobogott, szágodott és szemembe szórta a homokot. Fűszál, oszlop, mindegy neki. Ügyes manőverrel kikerüli. Vigyázz, fiam! A jó öreg csiga bászolt, de ő csak rohan tovább, nem kolbászolt. Most már szélvész autó között szlalomózik, szlalomózik. A kocsi soron csak el mosolyodik, mosolyodik. Szétnézett, egy lélek sem figyelte őt. Hát újra felhúzta a nyúlcipőt. Aztán átkelt a csiga, újra itt a csiga, dobjatok egy nagy puszit neki! A csiga biga, az úton, ez a rock and roll. A csiga biga, az úton, az úton. Csiga, 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 az úton, az úton, az úton. Két szeme lobogott, kis szíve dobogott, szágudott és szemembe szórta a homokot. Kíváncsiak vagytok rá, hogy hova siet? Hallani elég furcsát, de ilyet. Azt mondta neki a személyedzője, legfőbb kincse házán túl az egészsége. Most jön a csigatánc, ezzel búcsúzik tőletek kompetens barátai. Csigaszarvakat kitolni gyorsan, talpra mindenki! Ahogy az előtt tanultuk, emlékeztek még? Egy, két, egy, két, há és szemet lóbál. Lóbáljuk a szemeket, lábat próbál, magasra a térdeket, szívet formál, hadd lássam a szíveket, puszítóbál. Szemet lóbál, lóba-lóba, lábat próbál, tesi óra csigamódra, szívet formál, hadd lássam a szíveket, puszítóbál. Ez a csiga mindenkit szeret, szemet lóbál, tam-tárám, lábat próbál, tam-tárám, szívet formál, tam-tárám. Ez a kis házhordás. Csiga-biga. Ez volt a Tompeti TV 12. befejező adása. De ne csüggedjetek, mert nyáron sem maradtok Tompeti nélkül, ugyanis hamarosan két új videóklippel jelentkezünk. Augusztus végén pedig indulnak újra a koncertek. Az összes koncertdátumot megtaláljátok a honlapunkon, melynek címe www.tompeti.hu. Adunk nektek egy kis házi feladatot is, nyereményjátékkal egybekötve. Nézzétek meg a Legyetek jók, ha tudtok című filmet, és hozzászólásban írjátok meg nekünk a film utolsó két szabát, amely Fülöp atya szájából hangzik el. A helyes megfejtők közül kisorsolunk valakit, akinek még a videóklip premier előtt elküldjük a legújabb dalocskánkat. Sorsolás június 21-én. Szép nyarat kívánunk mindenkinek! Sziasztok!